Újra kiállítást rendeztek a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola VIP galériájában. A 2000-es évek elejétől 2016-ig kisebb-nagyobb megszakítása került megrendezésre a VIP galéria a Szekszárdi Vendéglátóipari Iskolában. Idei tanévtől újra szervezés alá került a VIP galériánk. Az első kiállítónk Biszák László festőművész volt, a második kiállításon vagyunk most jelenleg. Itt volt kolléganőnk Tamasko Komjáti Anett kiállítását láthatjuk. Maga a kiállításnak az újra szervezése, az ötlete a Snitta Sámuel országos gasztronómiai verseny kapcsán került újra előtérbe, egy baráti és egy fél munkatársi megbeszélés kapcsán. Ennek apropója az volt, hogy a művészeket kértem meg, hogy támogassák a rendezvényünket, az akkori versenyt, és egy ilyen megbeszélés kapcsán pedig újra feljött ötletként, hogy a VIP galériát megint fel tudjuk akkor éleszteni. A diákok számára is sokat jelent a művészeti alkotások megjelenése az iskola falain belül, tette hozzá Hercig Anna. Én az előző kiállításnak is nagyon örültem, ugyanis szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy minden szünetben bármikor le lehet jönni és nézelődni, inspirálódni. Számomra például a művészet nem áll tőlem távol, úgyhogy engem igazán lekötöttek a rajzok, és bármikor, amikor lejöttem, akkor körbenéztem, és volt is olyan ötlet, amit innen gyűjtöttem, és próbáltam úgymond beleépíteni gyakorlásként a rajzaimba, amit készítek alkalmanként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy itt lehetőség van az iskolában a kiállításokra. Az iskolában megjelenő képzőalkotásokkal olyan diákok figyelmét is sikerült megragadni, akik számára korábban ez ismeretlen terep volt. A tanulóknak az egyes szünetekben lehetőségük nyílik a kiállított műveket megtekinteni, és ezáltal beszélgethetnek róluk, ez pedig pozitív hatással van a diákokra, tette hozzá Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon, ha az oktatás és a szakképzésben dolgozó kollégák hatni tudnak a gyerekekre, akkor az egy nagyon jó dolog, az egy nagyon fontos dolog. És a hatásnak a miensége viszont, vagy a módja, az óriási különbséget hoz magával, mert amikor az iskola a klasszikus funkciót tölti be, és a gyerekek bejönnek, és úgymond jöttünk iskolába tanulni, akkor egy más szerepkörben vannak jelen az iskolában, és az iskolának is egész más a szerepe ebben a pillanatban. De amikor ebben a millióban, ahol bejövünk tanulni, megjelennek alkotások, és megjelennek képek, arcok, és ezek valamiféle érzéseket tükröznek, és ezt tudatosan el is mondjuk a gyerekeknek, hogy egy picit nézzék meg, és egy kicsit érdemes megállni és ránézni is. És nem kell elmondani, hogy mit indít be el benne, de valamit nyilván elindít mindegyikünkben egy-egy ilyen kép, akkor azzal már nagyot léptünk előre, mert azzal már felkeltettünk egy érzést, felébresztettünk egy érzést, és elindítottunk egy gondolatot vélhetően a kis fejekben. Hát nekem ezért nagyon fontos, hogy itt vannak az iskolában ezek a képek most. Dömötör Csaba nyitó beszédében kihangsúlyozta, nagyon fontos kapcsolódási pont az iskola és a művészek közös kiállítása. Tamasko Komjáti Anett még csak pár éve fest, mégis komoly alkotások kiállításának lehettünk tanúi. Témája legfőképp az emberi arcok különlegesen megkomponált stílusban és színekben. Teljes kikapcsolódást, egyfajta terápiát jelent számára a festészet.